Főtisztelendő paptestvérek, kedves képviselő testületi tagok, Krisztusban szeretett testvéreim! Az első szentföldi utam alkalmával egy teljesen papi társasággal zarándokoltam. A vezetőnk ki is fejezte abbéli örömét, izraeli, de egyébként magyar származású vezető volt, hogy amikor a bibliai helyekre megyünk, akkor nem kell Ádám Évánál kezdeni a magyarázkodást, hiszen föltételezi azt, hogy a papok is ismerik valamennyire a Bibliát. És ő maga is egy kicsikét úgy csillogtatta a tudását, hogy mennyi mindent tud, hát főként az Ószövetségből. Emlékszem rá, amikor a 8 boldogság hegyére mentünk, ott van egy gyönyörű szép kápolna, templomocska, akkor azt mondja, hogy hát azért a hegyi beszéd is benne van már az Ószövetségben is. Jézus nem sok újat hozott, csak úgy összerakta az Ószövetségi Szentírásnak a gondolatait. És azt kérdeztem tőle, hogy az ellenség szeretet is onnét van. Nagyon őszinte ember volt, és azt mondta, hát igen, az nem erős oldalunk. Bár meg kell, hogy mondjam, az ellenség szeretet gyűlölése, vagy az ellenség gyűlölése, az így kifejezetten nincs benne az Ószövetségi Szentírásban. Sőt, olyanok vannak, hogy te is idegen voltál, légy jó az idegenhez. Aztán a Jónás könyvében azt olvassuk, hogy Isten elküldi Jónást a pogányokhoz, mert ő azokhoz is jó. Viszont azok az átok zsoltárok, amik már a keresztény használatban nincsenek benne, hiszen nagyon kemény átkok azok az ellenségre, és a rabbik magyarázatai, hogy így mondjam, igei rangra emelték Jézus korában az ellenségnek a gyűlöletét. És Jézus e tekintetben is egy nagy, megújító tanítása erkölcsi vonatkozásban is fölülmúlhatatlan. Attól teljesebb és tökéletesebb erkölcsi rendet, amit Jézus tanított, még ember nem talált ki a Földön. De ő nem csak tanította, hanem meg is valósította. Amikor Szamárián átmennek a barátságtalan szamaritánusok, nem akarják befogadni őket, az apostolai azt mondják, hogy hát az Isten nyila, a villám csapja ezeket agyon. És Jézus azt mondja, nem tudjátok, hogy mit beszéltek. És hát legkiválóbb példája a kereszten való imádsága, amikor így kéri a mennyei atyát, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mégis ezt a most hallott evangéliumi szakaszt azért értelmezni és magyarázni kell. Már maga Jézus is magyarázza tetteivel, és később az egyháznak a hagyománya és tanítása. Mert itt nem szó szerintiséget gondolt mindig Jézus, hanem, hogy így mondjam, olyan eszményt állított elénk, ami a mennyei atyának a jóságából sugárzik ki, ő megélt és tanított, és ugyanakkor nekünk saját helyzetünkre kell alkalmazni. Az a szemet szemért, fogad fogért elv, az ősi, mint a Biblia. Hammurabi törvényeiben is ott van, és átvette az Ószövetség is. És az ős magyaroknál így mondták, hogy a Forbát törvénye, ha valakit legyilkolt az ellenség, akkor ott is egyet
legalább az ellenségből ki kellett végezni. Már ez is egy fejlődési fok volt, hogy nem tettek több kárt a másikban, mint amit ő okozott. Most a forradalom éve kapcsán nagyon sok olyan műsort hallhattunk, ami a forradalom utáni megtorlást, és még hozzáteszik, hogy a kommunisták bosszúját idézi föl. Hát mi sok mindent tudtunk, mert akik valamicskét is tájékozódtak, vagy megérték azt a kort, tudomásuk volt sok kirívó bosszúállásról, de ilyen egészben és teljességben még sohasem. Hát csak az én falumban, az egy agyonlőtt pártitkárért, akit már úgy lőtt agyon a tömegből valaki, hogy ő elővette a pisztolyát és lövöldözött. Mikor rábizonyították azt, hogy mennyi gazemberséget követtek el, az ember, aki agyonlőtte, elmenekült. Felesége a pártitkárnak 10 kivégzést kívánt. Hát 4-et így is kivégeztek, és valami 30-40 embert kegyetlenül összevertek, és sokakat hosszú évekre börtönbüntetésre ítéltek. Hát milyen nagy dolog lett volna, hogyha csak egyet végeznek ki a meggyilkolt helyett. De nem, hanem egy véres bosszú következett. Igen, ezt a magasrendű törvényt nem lehet másként megvalósítani, csak Isten hit nélkül. A közel-keleti keresztényeket szokták kérdezni, hogy mi a legnehezebb a kereszténységben számukra. Pontosan ezt mondják, hogy az ellenségnek a szeretete. Hiszen az egész közel-keleti világ valamiképpen a gyűlöletre épül föl, és leginkább a keresztények ellen. Itt azonban tisztázni kell egy-két dolgot. Az ellenség szeretete soha nem érzelem. Mi hajlandóak vagyunk a szeretetet az érzelemmel azonosítani. Hát nyilván, hogy az is van benne. Csak éppen azért romlik meg sok kapcsolat, sok házasság is, mert úgy gondolják, hogyha már nincs egy nagy vonzódás egymás iránt, akkor már szakítani is kell, mert megszűnt a szeretet. A szeretet az akarat is. Az kifejezett jó tett is a másik iránt. Nyilván nem lehet jót tenni azzal a lelkülettel azoknak, akik nekünk ártottak, mintha barátainknak, szüleinknek tennénk. De ha bajba vannak és segíteni kell rajtuk, akkor a keresztény ember félre tudja tenni a rajta esett sérelmet, hogy jót tegyen azzal, aki őt korábban esetleg bántotta vagy gyűlölte. Ilyenre nagyon sok példa akad a szenteknek a történetéből. De egy mindszenti bíboros is azt mondotta a börtönből való szabadulás után, hogy senkivel szemben nem táplálok gyűlöletet a szívemben. Azok a példázatai Jézusnak, amit mond, első hallásra nagyon meghökkentőek, és már az ősegyház is értelmezte. Ha megütik jobb arcodat, tartsd oda a balt is. Origenész egyházatja azt mondja, hát a másik ember arcát, a jobb arcát, a vele szembe áll, csak a bal kezes ember tudja megütni. Azt mondja, ebből is látszik, hogy nincs itt egy nagy egyetemes törvény, és maga Jézus mondja a poroslónak, amikor arccal ütötte, ha rosszul szóltam, bizonyítsd be, ha nem, akkor miért ütsz engem?
Tehát nem arról van szó, hogy ne legyen igazságszolgáltatás, ne legyen védelme a keresztény embernek, hanem egyfajta nagy lelkűségre biztat bennünket az Úr Jézus. Vagy amikor azt mondja, hogy a kölcsönkérőnek adj, de hát nem lehetünk azért meggondolatlanok. A Didaké ősegyház legrégebbi könyve, majdnem egyidős a Szentírással, azt mondja, hogy izzadjon meg kezedben az alamizsna, hogy tudd, hogy kinek adod, ki a rászorult arra, hogy te segíts. Aztán ott van, hogy menj el két annyira a kényszerít valaki. Ez abból a világból érthető, amikor a rómaiak bevezették az angária törvényét, hogy a római katona ráteheti a fölszerelését egy arra menő emberre, és vitetheti vele egy-két mérföldnyire. Ilyen okokkal kényszerítették Cirenei Simont, aki ment hazafelé, de éppen útjába került a Jézus vívő Jézus keresztre feszítőknek, és miután látták, hogy már alig bírja a keresztet, akkor az angária törvény nevében kényszerítik, hogy most te vigyel ezt a keresztet. De Jézus itt ismét csak egy nagy lelkűséget akar hangsúlyozni, hogy tudjunk többet tenni annál, amit előírtak. És épp ez az, ami elgondolkodtatja az ellenfeleket. Most a reformáció 500. évére emlékezünk, főként a protestáns világ, és azt is kell látnunk szomorúan, hogy a reformáció kirobbanása után nem csak ilyen elméleti hitviták voltak, hanem később súlyos harcok is. 15 éves, 30 éves háború, és mindkét oldalon. Amikor már nem is annyira a vallás, a hit, hanem valamiféle hatalmi érdekek vezérelték őket. És ahogy nem lehetett meggyőzni embereket azáltal, legfőjebb kényszeríteni, csak a jótettekkel, ugyanez áll a mostani időkre is. Szilézi Szent Ferenc Genf városának volt katolikus püspöke. Ott, ahol a kálvinizmusnak volt a fő fészke korábban, és abban az időben is. És hát nagyon sok támadás érte őt, de azzal a nagyon nagy szívvel, jó lelkűséggel, amit ő meg tudott mutatni a protestánsok iránt is, sokakat visszahozott a katolikus egyházba. Azt mondták, hogy ha ilyen jó az egyháznak egy papja, akkor milyen jó lehet az Isten. A jósággal lehet, és a föltétlen jósággal téríteni, és igazában tanúságot tenni. Jézus a nagy jutalomra helyezi a hangsúlyt. A földi jutalom az egy dicséret. A nagy jutalom az, hogy eljuthatunk Isten örök országába. És ekkor mondja, kiegészítve az Ószövetségnek a felszólítását, mert az azt mondta, hogy legyetek szentek, mint én vagyok, mondja az Isten. Ő mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Ezt azonban nem, hogy így mondjam, filozófikus értelemben gondolta Jézus, mert Isten végtelen, mindenható, mindentudó, hanem éppen erre az erkölcsi magaslatra mutat rá, hogy ő fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. De ugyanakkor azt is tanítja Jézus, hogy lesz ítélet. Az Isten a végítéleten
mint egy számon kér bennünket. De éppen a szeretetünkről kér számon, hogy azt hogy valósítottuk meg. Maga Jézus mondja, hogy nem én ítélem el, hanem a tőlem hallott tanítás az illetőt. És mint egy önvád és egy önítélet lesz, amikor a végtelenül jó és szerető Istennel az ember szembe találkozik. Rá kell döbbennie, hogy mennyire elhibázta az életét, mikor nem a jó cselekedeteket gyakorolta. Legyetek tökéletesek, az isteni jóságra, irgalmasságra hívja fel a figyelmet. De hát ez a földön be nem teljesíthető. Mindig közeledhetünk hozzá, de soha el nem érhetjük. De ugyanakkor egy olyan erkölcsi tanítást ad Jézus, aminek mindig van mondani valója, példája és célja az ember számára, hogy neki Isten jóságát kellene utánozni, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. A mi atyánk imádságba bele is szövi ugyanezeket a gondolatokat, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és a mennyei atyára fordítja a tekintetünket, akitől minden jót kapunk, és aki távol tudja tőlünk tartani a rosszat, távol tudja tartani a sorscsapásokat, éhínséget, megpróbáltatást, ha pedig mégis megengedi, akkor ad erőt ahhoz, hogy elviseljük. Ez az evangéliumi szakasz első hallásra inkább megrettent bennünket, hogyha halljuk. Ilyen követelményeknek ki tud eleget tenni. És föltesszük a kérdést, hogy mi ebben az evangélium, mi ebben a jó hír? Hát éppen az, hogy a világnak megoldást ad, mert amiben élünk, az az agressziónak az ördögi köre. Örökös háborúságban élünk. Mi nem tudjuk megoldani a világ nagy háborús fészkeit, nem tudjuk feloldani ott a konfliktusokat, de föl tudjuk oldani a magunk környezetében. És ha valaki erre törekszik, akkor nem csak, hogy egy példát utánoz, hanem azt is megtapasztalja, hogy kiszabadult az agresszió a gyűlölködésnek az ördögi köréből. Mert az kegyetlen, hiszen magában a gyűlölködőben is kár tesz a belső lelki világában, hogyha nem tud megszabadulni az ellenséges gondolatoktól. És hogyha ez is nehezünkre esik, akkor is kérhetjük az Isten kegyelmét, hogy segítsen bennünket abban, hogy tudjunk felejteni, tudjunk megbocsájtani és jót cselekedni. Mert ez az egyetlen útja nem csak az üdvösségnek, hanem a földi boldogulásunknak is. És ha már így vesszük, akkor ez igazi evangélium. Jó hír számunkra, hogy az élet egyik legnagyobb nehézségét, az ellenségekkel való viszonyunkat Jézus Krisztus rendezni tudja, legalább a mi lelkünkben. És ez a felszólítás éppen ezért örökérvényű, mindennapra szóló, ti pedig legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen a ti mennyei atyátok. Amen. Hiszek az egy Istenben.